Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és amint láthatjátok, most nem valami lövöldözésről lesz szó, nem pedig FPS játékról, se nem Call of Duty-ról, hanem egy olyan fajta játékról, amely sokkal régebb óta foglal szerepet az én kis életemben, ugyanis imádom az autókat, az autóversenyzést, a sebességet, és hát kiskoromban a legelső játék a Need for Speed 3 volt, vagyis a Hot Pursuit 2. Ez egy azon játék, tehát ne lepődjetek meg, hogy két darab szériát mondtam. És én imádtam azt a játékot, A-tól Z-ig kitoltam, nagyon élveztem, ugye csak az indult el a gépen. Igazából a nővérem hozta ezt a játékot, és hát én nem nagyon értettem így a gépekhez, meg semmi ilyesmi. Még kiskoromban hát kint játszottam a kutyával. Úgyhogy nekem nagy élmény volt ez a játék, főleg, hogy én kiskoromban én kocsikat rajzolgattam, persze csak 2D-be és csak az oldalukat, mert csak úgy tudtam, és tervezgettem az autókat, és kiskoromban egy ilyen tervező szerettem volna lenni, aki autókat tervez, és saját kezdek meg is építi, tehát valami konstruktőr féleség, ha lehet így fogalmazni. És én imádtam az autóversenyzést, a mai napig imádom is a Forma 1-et, követem folyamatosan, kedvenc versenyzőm Kimi Räikkönen, úgyhogy én nagyon örventem neki, mikor 2 évvel ezelőtt, mármint múlt szezonban visszatért. Én hát nagyon, nagyon kedvelem őt a személyisége miatt, és ténylegesen nagyon sok vonása hasonlít rám, úgyhogy tényleg, meg fin. Miért ne? Tehát ténylegesen én nagyon szeretem az autóversenyzést. Igaz, a mostani Need for Speed széria nagyon ramatyú sikerült. Talán az utolsó az az Undercover volt, ami megfogott. Az se volt tökéletes, de őt végigjátszottam. Illetve a Shift 1 is nagyon jó volt. Igaz, az igazából szimuláció volt, tehát sokkal nehezebb volt ott versenyezni. De én nagyon szerettem a Need for Speed-eket, és hát most a Most Wanted gameplayt láthatjátok, hiszen az a legújabb a szériában, úgyhogy bármennyire se sikerült olyan jóra a játék, azért bemutatom, legalábbis gameplay formájában. Azért annyira nem rossz, tehát vannak bizonyos aspektusai, amiket szeretek. Például végigjártam 5 perc alatt a várost, és megvan az összes autó, és tök jó, mert engem mindig is az autók érdekeltek, imádom őket, amint tudtam, meg is szereztem a jogsit. Csak hogy nincs pénzem üzemanyagra, az egy másik dolog, de van autóm is, mondjuk, hát túlzás, hogy van, mert ahhoz vezetnem is kéne, de ténylegesen nincs most erre kapacitásom, de amúgy nyáron ide-oda arra ezzel a járművel szoktam ide-oda menni, hát eléggé hát le van harcolva, de hát Magyarországon élünk. Tehát én nagyon szeretem az autóversenyzést, imádom a sebességet, nagyon jól rámegy a reflexekre, tehát ha valaki reflexekre akar gyúrni, akkor ajánlom az ilyen versenyzős, árkás stílusú játékokat, mint például Burnoutot. Na hát az nagyon jól sikerült ez a játék, nem véletlenül nyert díjakat is. Tehát nekem így foglal szerepet a versenyzés az életemben, játék formájában. Most, hogy van gépem, végre játszhatok is ilyen játékokkal, de nincs időm, úgyhogy most a lövöldözésből kicsit elegem lett, úgymond, úgyhogy kicsit most versenyezek, meg bármely játékokat kipróbálok, mert rájöttem, hogyha már vettem nagyon drágán egy videókártyát, akkor mi lenne, ha játszanék is, mondjuk olyan játékokkal, amik már ezt az erőforrást ki is tudják használni, ugyanis hát én nem játékért vettem elsődlegesen ezt a vidikártyát, hanem más munkaeszközként, több monitoron tervezgetni, viszont rájöttem, hogy mivel még nincs több monitorom, és hát ha már megvettem, és mondhatni egy csúcskategóriáról van szó, amelyet már 3-4 év múlva nem mondhatok el, akkor érdemes most kihasználni, úgyhogy most fölrakok pár-pár játékot, amelyet már nem nagyon játszogattam, és most bemutatom nektek, hogy én még mivel is szeretek játszani, és van pár játék, amely sokkal hamarabb szerepet foglalt az életemben, mint a lövöldözés, ugyanis a lövöldözés az teljesen véletlenül jött az életembe, eltörtem a lábamat, egy más játék úgy, hát, hogy is mondjam, kiábrándított, és átértem lövöldözni, és hát nagyon beleéltem magam a témába, és mivel eltölt a lábam, más se tudtam csinálni, pedig imádtam sportolni, úgyhogy nekiálltam lövöldözni, és valahogy kiderült, hogy fél év alatt
olyan szinten tudtam megtanulni, mint mások mondjuk 3 év alatt, és akkor így sikerült összehozni ezt a videós témát is. Na, köszönöm a figyelmet, körülbelül most lejárt a gameplay, ha esetleg nem járt volna le, akkor nézzétek tovább, ha esetleg lejárt volna, akkor valamit majd hozzácsapok, de most ezt most nem néztem meg. Na, köszönöm a figyelmet, és majd jövök egy következő játékkal, de hogy mégis mi az, az titok, de nem lövöldözés, megígérhetem. Sziasztok!